Mentők, tűzoltók, polgárőrök költöztek be járműveikkel, eszközeikkel a nagytalcsai Blaskovics Oszkár általános iskola udvarára, mi több egy fegyverkiállítás is helyet kapott. Az eseményről Somogyi Sándor szervezőt kérdeztük. Az egyesületünk, az Együtt Nagytalcsáért Egyesület úgy gondolta, hogy a tavasz beálltával fontos szempont az, hogy a gyermekek, amikor előveszik a kerékpárokat, a rollereket, akkor, és kimennek az utcára, akkor megfelelő biztonsággal tudják ezt megtenni. Ez is letett minket arra, hogy megszervezzük ezt a közlekedésbiztonsági és baleset megelőzési napot. A másik fontos tényező az a tavasz közelettével, ugye a kirándulások időszaka, amihez szorosan kapcsolódik a tűzgyújtás veszélyessége. Erre egyébként láttunk példát a napokban Nagytalcsán is, amikor a tűzrakó helyen az égő parazsatot hagyta valaki. Szerencsére arra járt egy lakótársunk, és ő tudta értesíteni a Flex Polgárőr Egyesületet, önkéntes tűzoltó egyesületet, akik el tudtak járni ezzel kapcsolatosan. Fontos dolognak tartjuk azt, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a gyermekek arról, hogy a kirándulások alkalmával a tűzgyújtásnak milyen veszélyei vannak, akár egy erdei kirándulás, de akár egy egyszerű lakókörnyezetben történő alkalmazás esetén is. Amikor az Egyesületünk megszervezte ezt a napot, akkor úgy gondoltuk, hogy a három legfontosabb szervet meghívjuk erre. Itt van a rendőrség, képviselteti magát a katasztrófavédelem, illetve az Országos Mentőszolgálat is. Mindezek mellett fontosnak éreztük azt is, hogy a helyben jelenlévő személyekkel is tudjuk a kapcsolatot szorosabbra fűzni a gyermekek és a itt lévő képviselőik között. Így meghívást kapott a Flex Polgárőr Egyesület, amely egyébként önkéntes tűzoltó egyesületként is működik. Elhozták mind a két járműjüket, és én úgy gondolom, hogy ha jól hallottam és jók az információim, akkor itt mutatkozott be először nyilvánosan a tűzoltóság járművük. Meghívást kapott még Vitáris Márk is, aki a település körzeti megbízottja, és szintén napi szinten találkozik az utcán a gyermekekkel. Mindezek mellett ugyan mindannyian tudjuk, hogy Nagytalcsa szorosan kötődik a honvédséghez, hiszen egy laktanya működött itt. Éppen ezért meghívást kapott egy fegyverkiállítás is, amely az udvaron kerül bemutatásra. A gyerekek láthatóan nagy érdeklődéssel fogadták a kiállított, megmászható, megismerhető járműveket. De nem csak az iskola tanulói voltak lelkesek, hanem óvisok is eljöttek. A Nagytalcsai Csillagszem óvodából látogattunk el a nagycsoportos és középsős gyerekekkel erre a rendezvényre. Az iskolától kaptunk meghívást, és nagyon fontosnak tartjuk már óvodáskorban, hogy megismerkedjenek a gyerekek, és közvetlen tapasztalatot szerezzenek a rendőrség, a tűzoltó és a mentősök munkájáról. Nagyon pozitív élményekkel térünk haza az óvodába, hiszen beülhettek a gyerekek, és megláthatták, megfoghatták azokat az eszközöket is, amivel a mindennapi életben ők dolgoznak.